Jó napot kívánok, ez a Szubjektív, a Pannon Televízió interjú műsora. Mai vendégeink a Pannon RTV munkatársai, akik már hetek óta a magyar-szerb határon kelnek és fekszenek, életük nagy részét ott töltik, mert onnan tudósítanak minket. Sok szeretettel köszöntöm Loboda Árpádot, Cérna Lenkét, Huszár Dánielt és Gyeremázovics Boriszt. Lenke, kezdjük veled, mert ebben a pillanatban értél vissza a terepről, és épp azt nézegeted, hogy még piszkos a kezed, és megittad azonnal a vizet is. Milyen volt a mai nap? Mikor kezdődött, és mi minden történt? Hát hosszú nap áll mögöttünk, pedig mi csak a nap felét forgattuk le, tehát reggel érkeztünk a Horgoskerti határátkelőre 5:30-kor. Ez mit jelent, hogy te mikor kezd egy ilyen napon? 4:30-kor keltem ma konkrétan, és most értünk ugye vissza ide a szerkesztőségbe. Tehát egész délelőtt ott kell lenni, gyűjteni kell az információkat, ugye tudósítunk a nézőknek, próbálunk napra készek lenni, és próbáljuk átadni azt a hangulatot, ami ott kint van, és persze közben tudósítani az eseményekről, hogy ne maradjanak le semmiről a nézőink. Tehát a mai napunk például úgy nézett ki, hogy reggel kiértünk, teljes nyugalom volt kint a Horgoskerti határátkelőn, akkor ébredtek még csak a migránsok. Később kiderült, hogy a sátorokban 400-500 migráns tartózkodott. Ők csendes tüntetésbe kezdtek, tehát délelőtt ennek voltunk szemtanúi, nagyon meleg volt, egyébként többször közbe kellett lépniük a közkórház munkatársainak is, mert rosszul volt több ember is. Egy konkrétan el is ájult a nyári hőségben, ugye, ami még ma is volt kint a terepen. Tehát ez még plusz nehezítette egy kicsit a munkánkat, de egyébként minden rendben volt. Ahogy nekik nehéz ilyen körülmények között lenni, úgy nektek is. Árpi, veled nagyon sokszor megtörtént, hogy gyakorlatilag épp csak aludniért mentél haza. Hogy nézett ki a legsűrűbb időszak? Mennyit voltál kint a terepen? Hát a legsűrűbb időszak tulajdonképpen ugyebár a televízióban, a rádióban az embernek más munkája is van azon kívül, hogy tudósít, ugyebár a híradó is van, közügyek is újraindult most, rádiót szerkesztjük, és akkor hát a legsűrűbb az így nézett ki, hogy reggel 7-re bejöttem, reggeles riporterként elláttam a feladataimat, hazaugrottam egy röpke zuhanyozás erejéig este, és utána éjfélkor mentünk vissza, kint voltunk 6 óráig, Dániellel kollégával, éjszaka végig kint voltunk, utána egy 4 órás kis szundi volt, és akkor mentünk újra ki, egy délutáni forgatásra, ami természetesen a elég késő estig elhúzódott, tehát egy ilyen 24 órás ébrenlét után 4 óra alvás, és akkor utána megint egy 10 órás menet következett ebbe a tűző napba. De azt jól érzem, hogy ti ezt élvezitek. Nem használnám ezt a szót. Szerintem is túlzás. Hogy élvezzük, ez egy szakmai kihívás számomra. Lelkesek vagytok. Lelkesek vagyunk, igen, és én személy szerint ezt a helyzetet, ami itt van, beszeretném mutatni minél objektívebben, tehát nem szeretnék hozzátenni, de igyekszem nem elvenni belőle. Nagyon más az embernek a benyomása az, amikor egy képernyőn nézi, meg amikor ott van, amikor körbeveszi ez az élet, mert mondhatnám ezt egy életnek, amikor beszélgetünk a migránsokkal, amikor próbálunk információt gyűjteni, és hát ilyen egyik jobban beszél angolul, másik kevésbé, kézzel, lábbal mutogatunk, és tulajdonképpen ebbe nemhogy merül ki, de ez az alapja az információ gyűjtésnek, és minden egyes embernek van egy élettörténete. Ígérem neked, hogy erre visszatérünk, és beszélgetünk majd arról, hogy személyesen hogy élitek ezt meg, a migránsokkal való viszonyt. Először csak nézzük azért át, hogy pontosan hogy zajlik ez a gyakorlatban. Tehát ti ott vagytok a terepen, a képnek mégis valahogy el kell jutnia a nézőkhöz. Ez műszakilag hogy néz ki? Hát végül is van egy olyan berendezésünk, amivel élőben be lehet jelentkezni, ami egy ilyen internetes hálózaton, illetve 3G, 4G-s hálózaton az emberek szintén ezt használják a mobiltelefonjukban. Ez az, amit mi live-jóként nevezünk, azzal, hogy több ilyen gyártó van, a live az egyik gyártó, amit ugye mi beszereztük ezt a berendezést, és azt kell mondanom, hogy mi ezt már ugye egész nyáron használtuk,
Ez volt a tetőzés az egész sztorinak, ez az utóbbi 2-3 nap. És persze itt vannak a kamerák, ugye, amit rákötünk erre a berendezésre. Amellett, hogy ugye van ez a terepi része a stábnak, és nagyon meg szeretném köszönni mindenkinek ezt a munkát, amit ott végeztek. De ugyanúgy vannak bent is az adásrendezőben, akik veszik ezt a videójelet, és elvileg élőbe továbbítják a nézők felé ugye a képernyőkön. Amikor magyar határ lezárását követően volt ez a dobálózás, vízágyúzás, tehát ez az időszak, amikor folyamatosan gyakorlatilag ment a kép és ment a kommentár a mi csapatunktól, akkor, ha jól tudom, már a műholdat is be kellett vetni. Ez mit jelent? Helyettem elég nagy problémák voltak, mert abban a pillanatban, amikor megtörtént ez a végleges határlezárás, akkor az történt, hogy ugyanabban a pillanatban megjelent annyi migráns, ezt a kollégák is tudják mondani, akik egész nyáron dolgoztak, hogy igen, voltak 1000-2000, de abban a pillanatban a határon, ugyanazon a helyen megjelent, én több ezernek mondom, de ezt úgy 3-3,5 ezer migráns, akik szintén mobiltelefonnal járnak. És ugye azok a pontok, ahonnan jön ez a jelő, illetve a mobiltelefonoknak a repetitorjai, annyira le voltak terhelve, hogy ez használhatatlanná vált részünkre, ugye a tévéseknek, és komolyan ki kellett vonulni olyan szinten, hogy kivittünk egy szatellitányért, és akkor szatelliton átpróbáltuk továbbítani ezt a jelet, amit az első lépésben ugye egy kicsit nehezkésen indult el, de aztán, mikor beállt a stáb, beállt a társaság, akkor ez is folyamatosan ment mindenfelé ez a videójel. Dani, te ugye operatőrként voltálként sokszor a terepen. Egy operatőrnek ilyenkor mire kell figyelnie? Miben más ez a munka, mint a hétköznapi híradóra való forgatás? Hát nem mondhatnám, hogy nagyon más. Annyi, hogy kicsit jobban oda kell figyelni ugye a képminőségre, meg a hangra, meg az egyik szemünkkel nézzük a lencsénát, úgymond, a másik szemünkkel én próbálom figyelni, hogy mi történik, még mit tudnák még pluszba fölvenni esetleg, hogy netán máshol valami történik, akkor gyorsan oda tudjak fordulni. Tehát például, hogyha van egy élő bejelentkezés, amikor a riporter ott van a helyszínen, és épp mondja, igen, a szöveget, és te meglátsz valamit, akkor persze arra fordítom a kamerát, hogy látsz, hogyan, hogy éppen mi történik. Netán, hogyha pont arról is beszél a riporterünk. Nem régóta folyik ez az élő bejelentkezés, itt a Pannon csapata is csak most csöppent ebbe bele. Hogyan tudtatok erre felkészülni? Hogyan tudtatok ilyen rövid idő alatt elkészülni erre a helyzetre? Gyakoroltatok otthon, vagy hogy kell ezt csinálni? Lehet a tükör elő gyakorolni. Egyébként hát lélekbe kell legjobban felkészülni erre, és fejbe le kell tisztázni, hogy itt reagálni kell az eseményekre. Nincs idő arra, hogy lámpalázad legyen, nincs idő arra, hogy nem tudom, gondolkodsz, összeszedd a gondolataidat, hanem spontán, ami jön, mondani kell, és amit látunk, mondani kell, és minél jobban átadni azt a hangulatot, amit éppen látunk. Árpita, szoktál gyakorolni otthon, vagy készülni valahogy? Nem. Mik a fő szabályok, amiket így be kell tartani ott a terepen? Én pont a készülés ellen vagyok. Tehát amikor bekapcsolnak, tehát a fülünkön van egy tulajdonképpen mobiltelefonnak a fülhallgatója, azon keresztül halljuk az adást, vagy itt a mi adásunkat, vagy pedig a magyarországi stúdiót, a magyarországi műsorvezetőt. Ha az ember felkészül arra, hogy én most ezt elmondom, nagyon könnyen abba belebukhat, mert ezek a helyzetek változnak, kapunk egy olyan kérdést, amire nem számítottuk, az ember lefagy, nem, egyszerűen ott kell lenni, ki kell nyitni az embernek a szemét, amit lát, amit nem tudunk megmutatni, csak el tudunk mondani. Azok az információk, amit a bejelentkezések közötti időszakban gyűjtöttünk az ott lévőktől, az illetékesektől, rendőröktől, taxisoktól, bárkitől, tehát ez így néz ki, azokat mondjuk el, mert fél óra múlva már változik a helyzet. Nem lehet felkészülni, fel lehet írni egy-két mondatot, egy-két számadatot, de mondjuk tegnapi nap is a bejelentkezésre fel voltam készülve, és hát azt hiszem, hogy 10 másodperccel mondták a fülemre, hogy fél perc és megyünk,
És akkor megindult egy nagy embertömeg, mi meg ott álltunk a Raffai Csabával a közepébe, mert épp jött a Gásics miniszter úr. Mi meg álltunk ott, hogy na most mi lesz, nem lesz semmi, a Csaba áll a kamera mögött, megpróbálja egy kicsit a testével bevédeni a kamerát, én szintén megálltam, tartottam a mikrofont, nincs vissza, reagálunk arra a szituációra, ami épp van, és tesszük a dolgunkat. Gondolom az is szabály, hogy nem szabad annyira szubjektív dolgokat belevinni ebbe a bejelentkezésbe, például a ti viszonyotokat a migránsokkal. Hát igen, valamilyen szinten objektívnek kell maradni, és úgy közölni, hogy az érzelmeinket ne adjuk át. Persze ott egy érzelmi kötődés is kialakul, tehát ott abban a helyzetben nem tudod azt megállni, hogy ne érintse meg, hogyha nem tudom én egy gyerek ott sír, vagy látod, hogy azoknak az embereknek nincs otthonuk, nem tudják, hogy hova tartanak, de ezt bizony ki kell zárni ilyenkor. És amikor nem vagytok adásban, akkor milyen a viszonyotok a migránsokkal? Mert ugye azt látjuk itt a vajdasági közösségben, hogy valaki szereti őket, valaki nem szereti őket. Ti vagytok ott velük nap mint nap, bennetek milyen érzések alakultak ki? Hát én teljesen emberi kapcsolatba próbáltam velük lépni, próbálok velük lépni. Nagyon sokszor segítségre van például szükségük, elkérik a telefonjainkat, hogy internetre van szükségük, szeretnék felhívni a családjukat, hozzátartozóikat, akiktől elszakadtak útközben, amiben tudok, én személy szerint segítek nekik, és próbálom nem előítéletekkel teli nézni ezt a helyzetet, és próbálom teljesen emberileg kezelni a dolgokat. Szabad egy mondat erejéig, akkor csináljunk ebből vitát, jó? Hallgatunk. Szerintem a stábok, én keveset voltam, ők sokkal többet voltak ott kint, de az ember ott egy egész más állapotba kerül. Az adrenalin szint az emberben fölugrik. Reagálni kell mindenre. Ők ott voltak a kamerák elők, mi ott voltunk a technikai hátteret, ugye próbáltunk ottan tartani. Azzal, hogy mondjuk rá, mi kimentünk egy aggregátorra, egy áramfejlesztővel, mikor berántottuk, akkor egy 20 ember, 20 migráns odajött, hogy please, power, power. És láttuk a fotókat, segítettetek. Persze, hát muszáj volt segíteni, mert végül is ezzel kiépítettünk körülöttünk egy társaságot, ugye, nevezzük társaságnak, akik végül is minket egy pillanatban meg is védtek a többiektől. Akkor most mi volt itt a szándék, a segítségnyújtás, vagy szerintem is is. Nekünk az nem kerül semmibe, ugye, hogy egy kis áramot adunk oda, beletesz egy kis telefontöltőjét, föltölti a telefont, neki ez nagyon jól jön. Nekünk meg abból a szempontból jó, mert ugye ha valamilyen stampede is elindul, vagy elindulnak az emberek, ők ott mindjárt a többieket úgy próbálják csillapítani, hogy ezek jó, adnak áramot. Szóval ez egy minimális, ez egy semmi, de nekünk jó, mert nem muszáj arra az egy méterre odafigyelni, hogy mi történik körülöttünk. De úgyhogy gondolom ez egy ilyen, bocs, hogy beleszóltam. Semmi gond. Én csak annyit akartam mondani, hogy van egy a saját fizünket, odaadjuk nekik, vagy a kis elemózsiánkat, amit viszünk magunkkal, szendvics, vagy kis pogács, amit útközben veszünk, hogy mink is valamit adjunk, mert kint vagyunk 6-8-10 órákat is, és akkor azt szívesen odaadjuk nekik. Mit látok még, mire van nekik ott szükségük? Hát, mi az, amivel segíteni? Mindenre. Most már ezek a segélyszervezetek eléggé segítenek neki, osztanak élelmet, meg vizet, meg ruhákat, de elejében még ez nem volt ennyire kialakulóba, akkor szinte semmiük nem volt. De sokat voltál kint este, sötétben, éjszaka, nem féltek tőlük? Nem agresszívek, nem támadnak, semmiért nem tapasztalt? Én személy szerint nem mondhatnám azt, hogy félek tőlük, de az emberben mindig van egy olyan, az egy tartás, egy tudattalatti tartás, és akkor az egyik szemem azért csak odafigyelek, hogy mikor látom, hogy közeledik egy csoport, akkor nem, mégsem mindegy, de nem mondhatnám, hogy félek. Slánke, te mint nő? Nem volt negatív tapasztalatom sose ebből, de nekem is volt egy forgatás, amikor így körünk gyűltek többen, több férfi, szinte azt vettem észre, hogy körbenézek és mindenfele migráns van, akkor azért volt bennem egy kis ilyen tartás, hogy hát most akármi történhetne, nem tudnám magam megvédeni. De tényleg nem volt semmiféle negatív tapasztalatom, és nem is láttam, hogy agresszívan léptek volna fel ellenem, vagy akár a kollégáim ellen.
Árpi, még az elején beléd folytottam a szót, amikor a személyes kapcsolatról akartál szólni. Te hogy éled meg ezt? Nem tartok tőlük, nem félek tőlük, de ahogy mindenkit mondja, nagyon sok mindent lehet hallani. A közösségi médián és a különböző televíziók, rádiók, mindenki különbözőképpen számol be, és azért az emberben mindig benne van az, hogy igen, azt mondják, hogy egyetemista Szíriából, informatikus Afganisztánból, de ezt mi igazán nem tudhatjuk. És így, amikor személyes kapcsolatban beszélgetünk velük, ez egy teljesen rendben van, teljesen normális dolog. Elárulnak magukról többet is, mint igen, amit egyébként igen. A mikrofonba kamera előtt elmondanak? Igen, igen. Leszoktam velük állni, beszélgetni, és még a magyar kanizsai pihenőtáborban történt velem egy nagyon-nagyon érdekes, és ezt én nem mondtam, mivel ennek hírértéke nem volt, de én bennem azért mégiscsak egy húrt megpendített. Egy fiatal társasággal találkoztam, először csak az egyik tagjukkal, aki nagyon jól beszélt angolul, hosszasan beszélgettünk, adott egy interjút is nekem, és egy óra múlva körülbelül én, ahogy a pihenőtáborba próbáltam újabb alanyok, újabb információ után nézni, akkor megjelentek ők 15 és 20 év környékiek, és hatalmas ekkorára tágult szemekkel megjelentek, és mondta, hogy mi indulunk. A félelem volt a szemében az, hogy nem tudja, mi legyen, és ez engem meghatott, akkor oda mentem hozzájuk, hogy hát jó van, rendben, most mentek. Hogy én mit tanácsolok, hogy menjenek busszal, vonattal, mondom, nem bírtok vonattal menni, nem visznek Magyarországon. Hát taxit kifizeti, mondom, nem fog a taxi vinni. Hát akkor ők mit csináljanak, mondom, hogy menjetek regisztrálni Magyarországon, nehogy véletlenül embercsempészekkel próbálkozzatok, menjetek, az a módszer, akkor még ugyebár az a módszer élt, hogy regisztrálnak, szépen átmennek, de hát ők azt hallották, hogy őket megverik a rendőrök, meg elveszik az irataikat, a pénzeiket, és tehát az a félelem, az ember nem tud egy hideg ilyen kőszikla maradni, amikor 15 éves gyerekek félelemmel, teli szemmel mondják, hogy most ők mit csináljanak, és tőlem kérik a segítséget vagy a tanácsot, hát mit mondhat az ember? Nem tud egyszerűen hideg maradni. Megtörtént az, vagy gondoltatok arra, hogy esetleg elkéritek valamilyen elérhetőségét, és utána kapcsolatba próbáltok kerülni azokkal a menekültekkel, akik Európába tartanak? Egyetlen eset, amikor erre gondoltam, ez a fiatalok. De akkor nem cseréltetek elérhetőséget? Nem, mert én azzal nem segítek rajtuk semmit, sőt... Csak tudni, hogy mi lett velük. Hát de nehéz, szóval egy ilyen valamit nehéz kérni tőlük, mert nem, ők se tudják, hogy hol vannak, nem tudják, hogy hova mennek, és nem tudják, hogy mi lesz velük. Mert én nekem volt egy olyan tapasztalatom, hogy odajött az ember, elkezdtünk beszélgetni, tudott angolul, és megkérte, hogy mutassa meg neki, hogy hol van. Igen, mondom neki, szívesen megmutatom, kérem a térképet. Van-e véletlenül térképet? Jaj, hát nekük nincs térképük, nem tudják, hogy hol van. És akkor valahogy mobiltelefonon ugye megpróbáltuk lokalizálni, hogy igenis még mindig Szerbiában vannak, nem Magyarországon. Szóval nagyon sokan abszolút nem is tudták, hogy hol vannak. Mennek. A másik dolog meg az, hogy ugye mire már eljöttek idáig, magyar határig, nagyon soknak elfogyott a pénzük. Semmiük nincs, úgyhogy nem tudom, alig szörnyű történetek vannak ott. Árpi, neked van még egy történeted, amikor egy embercsempésszel kerültél telefonos kapcsolatba. Hát igen, ez kint történt a Horgos közvetlen közelében, ugyebár a Sineken, és hát ott rengeteg ember, tehát százával jöttek az autóbuszok, szálltak le, mi pedig. És egyszer csak odalépett hozzám egy fiatal ember, hát mondjuk rá egy hasonló korú, mint én, ugye, és egy telefonnal. De egy kukot nem tudott angolul, és csak
nyújtogatja nekem. És gondoltam, hogy itt miről van szó, mi a pannonos autó mellett álltunk, amin kint van a Pannon logója, de hát ugyebár ők ezt vagy el tudják olvasni, vagy nem, vagy értik, hogy mit ír rajta, vagy nem. És hát mondom, miért ne? Elvettem a telefont, és akkor angolul, de ilyen nagyon rossz tört angolsággal egy hang mondja nekem, hogy szervusz barátom, ez náluk ilyen általános ez a hello my friend, és akkor szervusz barátom, légy szíves, vidd ezt az embert el a bolgár határra. Én pedig Horgoson ugyebár állok, tehát annyira el vannak tájolva, ő azt hitte ez a migráns, hogy ő Görögországban van, és hogy a bolgár határa vigyük el, és akkor én próbálgattam ezzel egy kicsikét beszélgetni, hogy hát de most itt Horgoson vagyunk, nem Bulgáriában, de ő csak hajtotta, hogy én vigyem a bolgár határa el az ő barátját, tehát ez valamennyire félig meddig szervezetten, félig meddig a helyzetet próbálják, hogy ők vannak egy helyen, valahova el akarnak jutni, akik már előttük járnak, azokkal vannak kapcsolatban, akik mögöttük jönnek még azokkal, és ez egy teljes káosz. Végezetül még csak annyit, hogy így az élő bejelentkezések megszaporodása óta esetleg megismernek-e benneteket az utcán, vagy jönnek-e valamilyen visszajelzések a nézőktől, például neked, áruljuk el, hogy a lakodalmadban még a zenészek is tudták, hogy a Zöld Határon rendszeres vendég vagy. Hát igen, a gőzös az a horgosi Zöld Határa megy most már, ugye, Kanizsa helyett. Talán egy kicsikét, de hát ez egy kicsit, úgymond valahogy azért a szerénység egy kicsikét visszafogja az embert, mert mi a munkánkat végezzük, és azt szeretnénk minél jobban végezni. Szakmailag ez egy jó dolog, hogy az ember kimegy és megpróbálja, és próbára teszi saját magát, hogy kibírok-e 8 órát a tűzőnapon, kibírom-e a éjszaka, kimegyünk 500 ember közé a tök sötétbe, az erdőbe, kipróbálja magát az ember, minél jobban akarja a munkáját végezni, minél objektívebben, minél tényszerűbben bemutatni azt, hogy mi történik körülöttünk, hogy ne csak a közösségi hálókról, ez ami mostanában megy. Nagyon könnyű a fotelból írogatni. Nem kell állást foglalni, nem kell gyűlölni a migránsokat, nem is kell őket szeretni, objektívnak kell maradni. Lenke, még csak mondd el, te is a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, és akkor utána engedünk pihenni. Köszönöm szépen. Hát a közösségi hálókon megszaporodott a visszajelzések száma, és én itt érzékelem inkább ezt. Valamint terepen nagyon sok ismerettségre lehet szerteni, ugye ott van nagyon sok média dolgozó, nagyon sok kolléga, külföldiek is, ma a névjegykártyát is kaptam, hogy bármilyen segítségre van szükségünk, külföldön járunk, azon a helyen, ahol ők dolgoznak, látogassuk meg őket, tehát ilyen téren születnek új kapcsolatok és ismerettségek. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégek voltatok, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, további kellemes tévénézést kívánok!